Március végén nyitotta meg kapuit az orosz-ukrán háború elől menekülők előtt a Dorkás Szolgálat befogadó központja. Az erdős-pusztai kempingben szállást és ellátást kapnak a rászorulók. Hányan fordultak meg itt az elmúlt hónapokban, mennyi ideig maradnak, hová mennek innen? Hogyan gondoskodnak például az iskoláskorú gyerekek oktatásáról? Erről is szó lesz a következő percekben. Vendégem a stúdióban Kis Ábel Lukács, a Dorkás Szolgálat igazgatója. Jó estét kívánok! Jó estét! Na hát, ez a bizonyos első 100 nap, már kimondani is sok, hogy 100 napja érkeznek a menekültek. Hogyan emlékszik vissza március végére, a kezdetekre? Milyen mentális állapotban érkeztek? Hogyan érkeznek napjainkban? Kicsit másabb volt, mint a mostani mindennapjaink. Most 202-en vagyunk. Március 15-én először érkeztek azok a kárpátaljai munkatársak, akiket felvettünk a csapatba. Gondnoknak, recepciósnak, karbantartónak, és utána 21-től tulajdonképpen már nyitottunk, és fokozatosan építettük fel a bázist, és kezdtük el az ellátást. És sokan jöttek akkor belső Ukrajnából, Kijevből is, és most mondhatni 100%-ban magyarul beszélő, vagy ukrán, vagy kettős állampolgárok vannak nálunk, Kárpátaljáról nyilván, tehát tényleg tolmácsra sincs szükség, és hát úgy alakul a politikai helyzet, amiben reménykedtünk, hogy nem így fog, és néhány hétről, hónapról van szó, sajnos hosszabb távon ezt folytatnunk kell, ezt a munkát. Mennyi ideig maradhatnak átlagosan? Úgy tapasztaljuk, hogy ahogy feltöltöttük a tábort, talán május végén értük el a 200 főt, megtelt a táborhely, ugye várni kellett egy kicsit a jó időre is, mert vannak olyan faházak, amelyek fűtetlenek, hogy akik ide érkeznek, arra számítanak, kicsit abban a helyzetben vannak, hogy se előre, se hátra, tehát visszamenni nagyon nehéz. A nők vissza tudnak menni, ezért azért ránézni a házra, tartani a kapcsolatot, de a férfiak most már nem mernek. Tehát olyan szintű sorozás van és szigor a határon, hogy már ezt nem kockáztatják meg. És azok, akik ugye akár nyelvtudás hiányából nem tudnak tovább menni, vagy akár itt megtalálták úgymond a számításaikat, mert azért aki tudott, most elhelyezkedett, és ennek nagyon örülök, hogy akár a mezőgazdaságba, építőiparba, konzervgyárba, itt-ott favágásba elhelyezkedtek és dolgoznak. És ugye pont ez volt nekünk is a célunk, hogy egy hosszabb távú segítséget nyújtsunk nekik, ne csak egy-két éjszakára szálljanak meg valahol, és akkor tranzit tovább, hanem akár egy kötőjel három hónapig is itt lehessenek, és már egy pár családnak, jó pár családnak letelt ez a három hónap, és hosszabbítgatjuk, beszélgetünk velük, hogy mit akarnak, milyen lehetőségük van. Egyrésztről, akik lábra tudnak állni, azoknak egy elvárás, hogy akkor vegyenek ki egy albérletet, találják meg valahol máshol a lakhatásukat, hogy tudjunk azoknak is esélyt adni, akik most jönnek át, vagy eddig vártak. De igazából ez a se előtre, se hátra, amíg nincs béke, addig ez nagyon sok családnak egy hihetetlenül nehéz helyzet. Mennyire gyakori az, hogy tovább tudnak menni harmadik országba? Várja-e őket esetleg családtag, rokonság, ismerősök? Az történt ugye az első pár hónapban, hogy akik tovább tudtak menni, tovább mentek. Ugye tipikusan nem Magyarország volt a célország, és ugye ma is több tízezren, majdnem tízezren bejönnek minden nap, tehát ők átmennek Magyarországon. Azok akár kárpátaljai magyar testvéreink, akiknek voltak ismerősei, megtalálták a számításaikat és elhelyezkedtek. Ugye azért vannak munkahelyek, ahol erre volt lehetőségük. Utána volt egy olyan hullám, hogy azok kerültek hozzánk, akik eddig tudták fizetni a szállást esetleg, vagy ahol a nappaliba valamelyik család befogadta őket, és eddig tudták ők is ezt megoldani, és akkor jöttek hozzánk. De nagy fluktuáció nincs nálunk, tehát az a 200 ember, aki megérkezett, egy olyan 20-30% cserélődik, de igazából ők most legalábbis a következő 2-3 hónapot, mondhatni itt a nyárra, ezt látják, hogy nekik ez így jó, és mivel dolgoznak, próbálnak tervezni, amennyire lehet, de ahogy mondtam, nagyon bizonytalan most a helyzet, hogy most eladják otthon a házukat, tovább lépjenek, költözzenek, próbálkozzanak Budapesttel vagy másik országgal, ezek ilyen egyéni dilemmák. Gyerekek száma hogyan alakul? 110 gyermekünk van. Ez több, mint a fele a...
Igen, tehát 75%-ban gyerekek és nők, és ilyen szempontból a munka lehetőség is korlátozott azoknak, akik 2-3-4 kicsikorú gyerekkel érkeznek, ők nyilván nem fognak beállni dolgozni, úgyhogy ezért nagyon jó, hogy a szolgáltatásunk egyik része ingyenes szállást és étkezést biztosít, a másik része pedig a szociális segítségnyújtásban segít, tehát a papírok intézésében, egészségügyi ellátásnak az elérésében, jogi segélyt is nyújtunk, biztosítunk számukra, hogy el tudjanak indulni. Mellett amúgy mentális segítségnyújtást is nyújtunk, és mivel Dorcas 30 éve táboroztatunk, a keresztény üzenet, a keresztény programok most már napi áhítat és vasárnapi istentisztelet révén jelen van. És a gyerekekre visszatérve próbálunk nekik programot szervezni, nagyon sok alapítvánnyal, gyülekezettel, partnerszervezettel együttműködve próbáljuk őket lekötni, fejlesztő, értelmes tevékenységgel, 9-től délig, 1-től 4-ig, különböző kinti-benti osztálytermekben, de valahogy ezt a helyzetet meg kell oldani, hiszen hát egyrészt azt tapasztaljuk, hogy az iskola rendszer azért nem volt a magaslaton Ukrajnában, tehát a Covid miatt is, a szegénység miatt is, és a háború miatt is kimaradtak osztályok, évek. Nagyon le vannak maradva. Jelentős egy átlagos magyar gyermekhez képest az ottaniak lemaradása? Jelentős. Tehát az írás-olvasással, alapvető matematikai feladatokkal nagy problémák vannak. Tehát beszéltünk is a karitatív testülettel és az önkormányzattal is, hogy inkább a Dorcasban fejlesztenénk őket, és ott lennének iskolai tevékenységek, mint hogy 110 gyermeket kiszervezzünk a közoktatásban, nekik azért ehhez fejlesztés kell. Amúgy az egészségügyi problémáik miatt is, mert ilyen is van, tehát speciális gyógypedagógiára is szükségük van. Úgyhogy próbáljuk ezt a helyzetet orvosolni. Nagyon, nagyon szerte ágazó csak, amit most elmondott a tevékenységük, a segítségnyújtás mikéntje. Hogyan lehet ezt bírni önkéntesekkel, mentálisan, akár az önök, a segítségnyújtók részéről? Igen, hát minden nap tartunk egy imaközösséget és egy megbeszélést, hogy tudjuk a releváns témákat orvosolni, és mondtam a munkatársaknak, hogy itt nem arra kell készülni, nem arra kell beszélni, mi lesz, ha itt minden lesz, amikor 200 menekült együtt él, és szerintem erre teljesen felkészülni nem is lehet, de tényleg próbálunk úgy összetartani és odafigyelni, hogy magas színvonalú segítségnyújtás valósuljon meg, amiben tényleg rengetegen segítenek. Tehát a Megyei Védelmi Bizottságtól kezdve a Katasztrófa Védelem, az önkormányzat, a karitatív testület, rengeteg szervezet és cég mögöttünk áll, akár a finanszírozásba, a természetbeni adományokba, rengeteg önkéntesre számíthatunk, és támogatnak bennünket is ebben a munkában. És a sok nehézség ellenére, mert tényleg egy 24 órás, 7 napos munkáról beszélünk, úgy szoktuk mondani, hogy hát ez olyan, mint egy gigantikus Dorcas tábor, csak eddig ugye 30-40 hátrányos helyzetű gyermekről gondoskodtunk egy hétig, most itt vannak velünk hónapokig, lehet évekig, 200-an, de próbáljuk így tartani egymásban a lelket, és odafigyelni, hogy tényleg a megfelelő módon segítsünk, és ellássuk őket. Hát igen, annak a tábornak, annak van eleje, vége, itt viszont eleje van, de hogy mikor lesz vége? Ezt még nem látjuk. Azt nem lehet tudni. Adományozó nekibuzdulás, az tart-e még, vagy a kezdeti lendület az a hónapok, hetek múltával alább hagy? Mit tudunk mondani? Szerintem most egy kicsit kikerültek a menekültek a fókuszból. Ezt látom én is, hogy kitört a nyári szünet, mindenki szeretne élményekben, programokban részesülni, ez teljesen érthető, de azért jó, hogy erről beszélünk, és most is köszönöm a lehetőséget, mert továbbra is számítunk, különösen itt Debrecenbe, a debreceniekre, hogy segítsünk ezeknek a menekült családoknak, nagyon különleges és törékeny helyzetben vannak ők, és szeretettel várjuk a felajánlásokat bármilyen formában. Minden továbbit a Dorcas szolgálat honlapján, akit érdekel, akinek módjában áll, tudja önöket segíteni. Megtalálnak, igen. Így legyen. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én köszönöm.